Kettős könyvbemutatóval és egy székelyföldi fotográfus egyéni összeállításával várták az érdeklődőket a bukaresti Petőfi házba. A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete és a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete által szervezett kulturális eseményen erdélyi városokból ellesett különleges pillanatokat tekinthettek meg az érdeklődők, a kötetek születéséről pedig az ötletgazda beszélt. 40 év, 40 fotó és 40 pillanatot mutat be Székely Szilamér székelyföldi fotográfus egyéni munkáit összesítő kiállítása, amelyet nemrég nyitottak meg a bukaresti Petőfi házban. Most először van egyéni anyaggal jelen a fővárosban. A hashtag 40 címet viselő tárlat a National Geographic magazin magyarországi kiadása által közölt fotókból készült válogatás, amely tulajdonképpen a fotós 40 évének a munkáját összesíti és tárja a nézők elé. Ennek a története úgy kezdődött, hogy a National Geographic online felületén közöltem fotókat, és hát Sepsiszentgyörgyön megszületett az az igény az analóg generáció részéről, az idősödő generáció részéről, hogy hát ugye száról-száról telett, hogy itt is van egy fotót, ott is van egy fotót, ők ugye annyira nincsenek jelen a digitális világban, és onnan indult az a folyamat, hogy illetve igény, ez a helyes kifejezés, hogy hát ezt nyomtatott formában is valósítsuk meg. Az érdeklődők nem csak Huszár Szilamér fotóit tekinthették meg, hanem részesei lehettek a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete által kiadott Múltból jövendőt és Gunyhatár című kötetek bemutatójának is. Mind a két könyv a Kárpát-medencei, illetve a Kárpát-medencéből elszármazott magyar újságírókat gyűjti egybe, hangzott el a bemutatón. Ezek az újságírók két különböző témakör köré csoportosították rövidke írásaikat. Az első könyv a Gunyhatár, Léphaft Pál vajdasági karikaturista rajzai köré, mély gondolatokat tartalmazó karikatúrákról van szó, és a másik könyv pedig a Kárpát-medencei szétszórtságunkat hangsúlyozná, mutatná fel. A két kötet lényege az összefogás. Fogjunk össze úgy egy kötetben, hogy ne csak magyarul írjunk, hanem magyarul gondolkodjunk, fejtette ki a SMUE tiszteletbeli elnöke. A Gunyhatár című kötetben 54 újságíró írja le véleményét a megjelenő karikatúrákról, míg a Múltból jövendő című kötet a szétszórtságunkkal kapcsolatos tárgyi emlékeket mutatja be. Ezeket kellett lefotózni a 37 újságírónak és beküldenie, hogy megjelenhessen a kötetben.